Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico 2023-as H0 építési nagyságú egyik hazai vonatkozás újdonságát, a Cseh Állami Vasúttársaság által bérelt QR kódos Vectront mutatom be nektek röviden. A mozdony a Pico Expert szériájába tartozik, így a hobbi kivitelettől magasabb részletességgel kidolgozott modell alapul a standard Pico csomagolásban. A modell formailag jól eltalált, a főbb méretek pontosak, arányos a mozdonyszekrény. A rokó gépe mellé téve ordító különbséget nem lehet felfedezni, az alapforma tekintetében, részletekben viszont bőven van eltérés. Nézzük meg fentről lefelé haladva a mozdony részleteit. A tetőn már az új exakt áramszedőket találjuk, filigrán darabok, könnyen nyílnak, és nagyon jól lekövetik a felső vezetéket is, rugóerejük nem túl nagy. A gyártó odafigyelt az áramszedők típusára is, illetve a tetőn futó vezetékek elhelyezésére is. A mozdony oldala ugyan nem tartogat sok értegességet, a valóságban is teljesen sima részletről beszélhetünk, itt mindösszesen a viszonylag minimalista grafika az, ami megtöri a sík felület egyhangúságát. Szemből nézve markánsak a szélvédők és a homlokfal rácsozata. A kapaszkodók elől külön műanyagból készült elemek, sajnos mivel a Pico Vectronja még a korábbi expert mozdonyok közé tartozik, így részletességben elmarad az újabb fejlesztésű expert járművektől, mint például amilyen a laminátka vagy a szili. Ez elsősorban itt a szélvédőre ráöntött ablaktörlőknél, a vezetőállás feljáró ajtói mellett található szintén a kaszniba öntött korlátokon, valamint a Mergerendán lévő azzal egybeöntött csavarkapocs imitáción és légtömlő imitációkon látszik meg elsősorban. A pályakotró áttörtelem mind a két végen, ez nem cserélhető, így fixen ezt kell használnunk, akkor is, hogyha csak egy oldalon vontatunk a mozdonnyal. Ezek a részletek leginkább közelről nézve, illetve fotózva feltűnőek. A mozdony alváza és forgóváza szépen és részletesen kidolgozott, itt nem lehet szerintem panasz semmire. Az alvázon található dobozok és berendezések az igazi mozdonnyal megegyező elrendezésben szerepelnek a modellen. Festés terén szerencsére nincs nyomtatott részlet, minden festve és tamponozva van a mozdonyon. A festés minősége megfelelő, a maszkolások szépek. A mozdony színei közül a kékek, a fehér és az alváz, valamint a tető szürke árnyalatai megfelelőek, azonban a mozdony oldalán a QR kód körül révő szürke mutat némi eltérést az igazi járművel összehasonlítva. Itt a gyártó valamiért sötétebb színt használt, mint amilyen a nagyvasúti járműre felkerült. Az eredeti gépen ez a szürke RAL 7035-ös árnyalatú, míg a modellen leginkább a RAL 7036-hoz áll közelebb az alkalmazott szín. Ezeket természetes fényben színkártyával ellenőriztem. A mozdony feliratozása a gyártótól megszokott magas szintű, minden apró felirat és piktogram olvasható és éles. A gyártó az alvázra is feltamponozta a megfelelő piktogramokat, a forgóvázra viszont már nem kerültek feliratok. A feliratok terén két dolgot is érdemes megemlíteni. Az egyik, hogy a jármű oldalán az eredeti gépéhez képest körülbelül 1 mm-rel magasabbra került a vasúttársaság logója és neve, illetve a jármű oldalán található QR kód nem a vasúttársaság weboldalára, hanem a mobiltelefonos applikációjára mutat ismeretlen okból. Annyit hozzátennék ehhez, hogy ugyan van olyan Vectron a Cseh vasúttársaság kötelékében, aminek az oldalán a QR kód a szolgáltató applikációjára mutat, de azzal a QR kóddal összehasonlítva sem egyezik a modellen található. A mozdony funkciók tekintetében rendelkezik menetirány szerinti világítással, kapcsolható zárfényekkel, fülkevilágítás azonban sajnos nincs. A kasznit 4 csavar tartja az alvázon, ezek kicsavarása után a mozdonyszekrény egyszerűen leemelhető. Bent egy Plux 22-es dekóderfoglalat és egy letisztult nyáklap található. A gyártó az analóg modellnél nem építette be a kisebb áramszedési zavarok szűrésére szolgáló kondenzátort, én ezt utólag a dekóder behelyezéssel egybekötve beépítettem. Egy 470 mikrofarádos elektrolit kondenzátort forrasztottam a megfelelő pontokra, ügyelve a polaritásra. A Nyesen Vectronom tapasztalatai alapján ez éppen elegendő a rövid pillanatnyi zavarok kiszűrésére, mint amik jelentkeznek kis sebességnél, például polarizálatlan váltókon áthaladáskor. Beépítés szerintem ajánlott, legfőképpen akkor, hogyha hangosítjuk is a mozdonyt. A hajtás középmotoros és kardánok segítségével jut el a forgóvázakban található tengelyekhez.
A mozdony egy-egy tengelye aszimmetrikus konfigurációban egy oldalt tapadó gyűrűvel van ellátva. A vonóerő megfelelő, a jármű futása szép, lassú menete egyenletes. A kerekek központosak, a mozdony nem imbolyog, nem szitál a pályán. A hajtás összeszerelési minősége kiemelkedő, sík pályán 6 kocsival félsebességen 150 mA körül alakul a mozdony maximális áramfelvétele, de legnagyobb sebességnél sem kúszik 350 mA fölé. A modell eredetiéül szolgáló 193-698-as pályaszámú mozdonyt a Cseh Állami Vasúttársaság 2021 óta bérli a Rolling Stock Lease társaságtól, hazánkban rendszeresen megfordul több társával együtt. A Cseh Vectronok a 70-es vonalon jellemzően a Hungária EC-t, a Metropol Euronight-ot, bizonyos Metropol Eurocity-ket továbbítják, illetve Gorilla fekvemaradás esetén a Báthori élén is láttam már beugróként. Összességében az említett külső részleteket leszámítva egy jól játszható és rendkívül csendes, precíz hajtással rendelkező mozdony a Pico gépe. Az árát tekintve azonban sajnos nagyon közel van a Rokó hasonló QR kódos gépéhez, ami részletek tekintetében véleményem szerint szebben kidolgozott, illetve rendelkezik például vezetőfülke világítással is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, további szép napot, jó modellezést kívánok mindenkinek!